Jövök. Hello, Gusti. Szervusz. Szia, Peti. Szia. Anyámat én nagyon sokszor láttam sírni. És amikor 5 éves lettem, én meg 23, akkor ugye 18 évesen szült, és nagyon keservesen sírt így az ágynak a szélén. Kérdeztem őt, hogy mi a baj. És akkor mondta, hogy elrontottam az életemet, mert megszültelek téged. Mikor volt az a pont, amikor úgy érezted bent Komlón, hogy én ebből meggyógyulhatok? Hát ilyen érzésem nem volt, mert hogy pont a betegségtudatnak az erősítése zajlik. Vagy nem gyógyulsz meg, tehát azt hiszed, hogy meggyógyulsz, akkor nagyon átvered magad. De függő vagy. Függő maradsz életed végéig. Alkoholista. Botrányhős. És akkor így... Hogy azt hiszem, hogy na, szóval, hogy... Tehát ebben nincs kiút. Tehát, hogy én azt emlékszem, volt egy gyönyörű fa kint. És azt én hetekig nézegettem, hogy azt nem fogom bírni, és hogy akkor így egyik reggel majd arra jönnek ki a társaim, hogy felakasztom magam. Tudod, szóval, hogy ebből nem lehet kimászni, Peti. De meg akartad magad ölni? Nagyon fáj, hogy így alakult. Nagyon fáj, hogy így alakult. Én nagyon szerettem ezt a lányt. Ugye mi ilyen titóba házasodtunk össze, december 5-én. 3 nappal azután, hogy megkértem a kezét. Hát kellett mondani ilyen fogadalmat, vagy egy ilyen beszédet, és akkor én azt mondtam, hogy nekem nem volt úgy igazán sose családom. És hogy így, ő így egy személybe tud nekem minden lenni, és hogy ő van, akkor nekem ő a családom lesz. Most hílsz, most vigyázz, hogy jól csinál, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Beköltözve Hajdú Péterhez. Premier pénteken 19 órakor a Frisbee TV YouTube csatornán.